Köszöntöm nézőinket, Önök Hír Hét című műsorunkat látják, nézzük képes ajánlónkat. Környezettudatos nevelés, a kistérség óvoda vezetői tanácskoztak. Bemutatjuk, a GAMESZ vezetőivel beszélgettünk. Számíthatunk egymásra, újraépül a leégett Ősz utcai ház. Fiatalos lendület köszön vissza a kortárs galéria kiállításáról. Kézilabda, marcai siker a tavaszi nyitányon. Decembertől új vezető irányítja a GAMESZ szervezetet. Rubesz Zoltán, igazgató beszél stábunknak az elkövetkezendő időszak feladatairól is. A szervezetnél személyi változások álltak be az év végén. A Kaposvárról érkező vezetőt egy rövid bemutatkozásra kértük. Rubesz Zoltán vagyok, december 1-én álltam munkába a Marcali GAMESZ-nál. 30 éves szakmai gyakorlatom van, ebből 15 év közmű üzemeltető, középvezetői pozícióban. Úgy szoktam mondani, hogy vizes és közutas területén dolgoztam. Legutóbb Kaposvári Városgondnokságon dolgoztam egy rövid ideig, és onnét pályáztam meg itt a Marcali GAMESZ vezetői pozícióját. És még a családomról annyit, hogy kaposvári vagyok, onnét járok egyelőre be. És akkor amennyiben ez úgy összejön, tehát az elképzeléseink találkoznak a várossal, akkor természetesen a bejárást majd felváltja egy állandó lakhely is majd a későbbiek során, terveim szerint. Családomról annyit még, hogy feleségem köztisztviselő, Baranyában dolgozik, két nagykorú gyerekem van, tehát 18 évet meghaladóak. Egyik most éppen érettségizik a Kaposvári Munkácsi Gimnáziumban. Mivel Marcali nagy kiterjedésű zöld területtel rendelkezik, a megfelelő technikai felszereltség fontos kérdés az év további részében is. A kezdeti tapasztalataim pozitívak, tehát amikor a Marcali GAMESZ-hez beléptem, egy jó kis csapatot találtam. Azt tudni kell, hogy a télhez eléggé, hogy mondjam, a felszereltségünk változatos képet mutat, tehát a gépállományunk nem a legújabb és legkorszerűbb, de ennek a javítása, illetve cseréje reményeink szerint folyamatban van, tehát amennyit a pályázatok úgy sikerülnek, akkor erről már volt néhány panasz. A elmúlt hetekben volt egy kisebb hó, ami elborította a várost, de különösebb probléma nélkül megosztók. Esetleges pályázati lehetőségek kérdése is felmerült. Nem közvetlen a mi beszerzésünkben történnek ezek a gépbeszerzések, hanem az önkormányzaton keresztül. Nagy teljesítményű gép is van a beszerzendő listában, illetve kisebb kommunális gépek, illetve kézi eszközök. Motoros kaszákról beszélünk, tehát az elhasználódások miatt meg kell újítani a gépparkunkat szükségszerű. A közmunka program keretében tavasszal és a nyáron újabb lehetőségek nyílnak. A belvíz kapcsán különösen nagy szükség van az emberállomány növelésére. Most is folynak közmunka programok, amiben a GAMESZ érintett, tehát közel 85-90 ember dolgozik jelen pillanatban is, akiknek egy részének lejár február végével a
szerződésük, viszont március 1-jel újra nyílnak ilyen pályázati lehetőségek, és itt is még csak reményről tudok beszámolni, tehát konkrétumot még nem láttam, de az elképzelések szerint 100-as létszámot meghaladó közfoglalkoztatottal kell számolnunk majd, akinek a munkát ki kell adni, a munkát ellenőrizni kell folyamatosan, napi szinten többször is, a normát be kell tőlük számolni, illetve el kell tőlük várni, le kell igazolni, tehát az adminisztrációs teher itt megnől, illetve a norma rendszer is belép. Tehát az, ami egyes önkormányzatoknál volt, hogy bizonyos árkokat x ideig dolgoztak, az Marceliba nem jellemző, nem is lesz jellemző, meg lesz határozva a mennyiség, és a számon is lesz kérve. Marcelinak közel 40 km belterületi árkai vannak, árka van, és hát itt elvárás, hogy legalább egyszer végigmenjünk és kitisztítsuk ezeket az árkokat. Marceliak jobban tudják, mint én, hogy a csapadék az rendszeres problémát jelent a városba, tehát a Szőlőhegyről lezúduló belvíz elvezetés nem 100%-osan megoldott. Reményeim szerint lesz egy nagy mennyiségű rendelkezésre álló személy, akiket erre munkára be tudunk vonni, és már elkezdtük az árkokat, jelen a pillanatban is 2-3 csapatunk dolgozik kint a déli városrész árkainak a tisztításán, de március 1-től ez meg fog nőni a rendelkezésre álló személyi állomány. A nagyobb kihívást biztosító terület a Szőlőhegy környéke, az Ősz és Vereckei utca területe. Több mint 70 hektár belterületi zöld felületet kell gondoznunk. Ez többszöri rendszeres kaszálási tevékenységet jelent. A gépparkunk elég öreg ebben a tekintetben, tehát vannak 15-18-20 éves gépeink is. Itt is reményeink szerint majd valamilyen minőségi cserét próbálunk. Hát a költségvetéstől függően, ugye most van a költségvetési tervezés időszaka, egyelőre a városi önkormányzat pozitívan áll hozzá a kéréseinkhez, a végét majd meglátjuk. Marceliban több szép park is található, melyek gondozása fontos részét képezi a Gamesz munkájának. Itt a szemét szedéstől kezdve a növényápolás, a fák ápolása, a közterületi rend fenntartása, a tábla rendezése, illetve helyreállítása, sajnos napi tapasztalat, hogy a rongálások visszatérőek. Tehát ez folyamatos felügyeletet, ellenőrzést igényel, állandó jelenlétet, erre most is megvan a kapacitásunk, és a következő időszakban is fenntartunk egy bizonyos létszámot, akik ezt a munkát elvégzik, és remélhetőleg a marceliak megelégedésére gyakorolják ezt a tevékenységet. Köszöni a Matuzán család a segítséget, mindenkinek üzenik a képernyőn keresztül. Két hónap bizonytalanság után hazaérkezett a kórházból Gábor, és ezzel együtt megindult az otthonuk újjáépítése is. Több tudósításunkban már beszámoltunk arról, hogy az elmúlt év végén egy marceli családháza leégett. A város dr. Mészáros Géza képviselő úr vezetésével összefogott, itt számos anyagi segítség érkezett a családhoz. Valóban ez összefogás példaértékű, és én is hasonlóképpen igazgató helyettes úrhoz azt mondanám, hogy szomorú, hogy egy ilyen esemény kapcsán kell megtenni, ugyanakkor meg példaértékű, hogy az emberek, intézmények, politikai, vallási felekezet nélkül, civil szervezetek összeálltak azért, hogy egy családon valóban segítsenek, és a történés valójában roppant egyszerű, már bocsánat a roppant egyszerű kifejezésért, mert mikor megtörtént a szomorú eset, már akkor este mi Sütő László polgármester úrral konzultáltunk, és ugye ez pénteki nap volt, hétfőn már polgármester úr fogadta a család fejét,
helyét, és azonnal elkezdtük azt a munkát, ami ahhoz kellett, hogy reményeink szerint a nyár közepére a tárgyi környezeti dolgok helyére kerüljenek. És most már csak az van vissza, hogy Gábor a lehető legjobb körülmények között épüljön fel továbbra is, és azt követően teljes életet tudjon élni. És én azt gondolom, hogy egy ilyen szomorú esemény kapcsán is, de ilyenkor jó képviselőnek lenni, mert az emberek meghallgatják a segítségkérést, és egy jó ilyen ügy élére állni, azt gondolom, hogy megtisztelő, mert ez azt gondolom mindenki számára nagyon fontos. Rendszeresen tartotta a kapcsolatot a családdal, és rengeteg anyagi segítség, és most már a tárgyi segítségek is érkeznek. A család mit mond, mire van még esetleg szüksége, vagy ön mit gondol, hogy milyen adományokat, vagy milyen segítséget nyújthatnak még az emberek a családnak? Én azt gondolom, hogy sok minden már rendelkezésre áll. Nagyon nagyszerű dolgok történtek, segélykoncerttől kezdve felajánlások a bankszámla nyitástól, vagy a mai apropó, ugye, hogy a Gábor tanintézete felajánlotta a tetőanyagot, ami ugye itt van mellettünk. És én azt gondolom, hogy ahogy folyamatosan épül, szépül, és a helyreállítás történik, még néhány dolog, amire szükség van, akkor jelzést teszünk, mert korábban is történt, hogy ruhanemű, bútor és háztartási gépek, és sorolhatnám még mi, de nyilvánvaló ez akkor aktuális, amikor az épület elkészül, mert nincs tárolási, raktározási lehetősége a családnak, mert a szülőknél laknak a Vörösmarty utcában, viszonylag szűkösen, de oda már bútorok, egyebek nem fértek be, mert már korábban azért történt ilyen felajánlás, illetve gesztus az emberek intézmények részéről. A tűzesetben megsérült fiú a Széchenyi Zsigmond szakközép és szakiskola tanulója, ezért az iskola számos segítséget nyújtott már eddig is. A tantestülettel átbeszéltük a dolgot, és az első fél év úgy sikerült, hogy teljesen lezárható volt, tehát a hiányzásai és a egyen úgy alakultak, hogy korrektül jogszerűen teljesítetté vált az első fél év, a második fél évben kezdeményezte a magántanulói jogviszonyát, de mindenképpen ahogy fölépül is iskolai keretek között tud dolgozni, akkor visszajön az iskolába és folytatta tanulmányait. A tavasz közelettével az újjáépítési munkákban is felajánlotta a segítséget Huszti Gábor, az iskola igazgató helyettese. Mészáros úrral egyeztettünk, hogy a adománygyűjtésen túl az iskola szeretne hozzájárulni olyan lehetőségbe is, amiben tudunk segíteni, tehát így a kérdés merült föl, aztán az anyagmozgatással kapcsolatban nekünk van lehetőségünk a gépjárművek indítására, mozgatására, tehát ez ügyben is tudunk segíteni, meg ha a felújítás úgy alakul, akkor még esetleg a gyakorlat keretében menő tanulók is vállalták, hogy tudnak segíteni, tehát nagyon sokrétű volt az a felajánlás, amiben előre tudtunk lépni. Az első körben a nyilván gyűjtést szerveztünk, ami a bankszámlára sikerült befizetni, és remélhetőleg nagyon gyorsan el is tudják költeni, hiszen a felújítás már megkezdődött, és folyamatosan zajlik. A későbbiek során képviselő úrral átbeszéltük a dolgot, és felmérték a tetőfa igényt, az ácsal fölmérték és a tervezővel, és miután átadták azt a méretjegyzéket, amilyen anyagra szükség van, az erdi szervezetővel, igazgatóval egyeztettünk, és megnéztük, hogy milyen lehetőségeink vannak. Szerencsére úgy alakult a helyzet, hogy épületanyaggal tudunk segíteni, hiszen az erdeink favágatási terve úgy alakult, hogy fenyvesek kerültek olyan felújítási állapotba, helyzetbe, hogy kitermelést folytathattunk, és miután a választékokat összeírtuk, kiválogattuk, akkor egy brigád és a tanok segítségével kitermelésre került ez a faanyag, és most látjuk, hogy az iskola járművével és dolgozóival idehoztuk a területre, ahol hamarosan le fogjuk rakni, és akkor nyilván a fölfű része és következtében a tetőszerkezet újjáépítésre kerülhet ezáltal. Mennyiségileg ez mennyi faanyag?
Ez gyakorlatilag 9,5 köbméter faanyag. Pénzben nem szeretném kifejezni, gondolom mindenki tisztában vele, hogy ez milyen költséget jelenthet, de azt gondolom, hogy az iskolának ezt fel kellett vállalni, hiszen az elmúlt időszakban beszéltünk arról, hogy nem csak a tanulónk fontos számára, hanem az a fajta megítélés, ami a családdal kapcsolatban volt, hisz az édesapa is nálunk tanult, és nyilván mi egy kicsit marcoliek vagyunk, nem csak Szőcsényiek, tehát kötelező feladatként kezeltük ezt a dolgot, és részt vettünk abba a fajta összefogásba, ami példaértékű marcali társadalmára, és azt gondolom, hogy ezzel talán maradandót alkottunk. A város példaértékű összefogása nem csak anyagilag, de lelkileg is sokat segített a családnak. Tudom, hogy nagyon sokan aggódtak, éppen csak ezért vállaltam azt, hogy most én itt szereplek. Köszönjük szépen mindenkinek, aki támogatott, és aki imádkozott érte az első időszakban. Ez volt a legfontosabb, hogy ő saját maga ezt a betegséget le tudja gyűrni. A továbbiakban pedig az orvosoknak a hozzáértése, mindenki, aki ott volt, aki mellett állt, mindenki tudta, hogy mit kell tennie, ő pedig tette a saját dolgát, gyógyult szépen, erőn felül, csodával, határos módon, mert mindenki azt mondta. Úgyhogy 4-én haza is jöttünk pont 2 hónapra, hogy a baleset megtörtént, és semmi olyan dolog nincs, ami azt mondhatnám, hogy kivéthetetlen, vagy ő ezen nem tudna túl lenni, úgyhogy teljes egészében felgyógyul. Egy műtétje az volt, szépen rendbe jött, az is szépen meggyógyult minden, és a továbbiakban kisebb sebek vannak, amiket át kell kötni. Azt 2 naponta én csinálom egyelőre, és mindig megvan adva, hogy mikor kell visszamennünk kötésre. Ott ellenőrzik, a továbbiakban pedig mindig megnézik, hogy alakul, hogy gyógyul, hogy nem hegesedik, és annak következtében fogják azt megállapítani, hogy mit kell csinálniuk. Az égési sérüléseken kívül más útózöngéje nem volt a dolognak? Nehezen viseli. Egy kicsit nehezen viseli, hogy sokan vagyunk körülötte, de azon kívül szerintem rendben lesz, úgyhogy semmiféle olyan dolog nem lesz. Majd kicsit be kell illeszkednie vissza az életbe, úgy, ahogy előtte is tette a dolgát, úgyhogy most is ugyanúgy szerintem menni fog minden, csak egy kis időre van szüksége. 2 hónap kórházban töltött idő, és a várva várt hazaérkezés. A család megnyugodott, hiszen Gábor itthon lábadozik. Kamera elé nem akart állni, hiszen még mindig kötésekkel van borítva a teste. De erős, küzdött és nyert. A család lábra áll, gyógyulnak a sebek, és épül az otthonuk. Köszönik a segítséget. Példaértékű a Tündérliget óvoda a környezet tudatosság terén. A marcali és kistérség óvoda pedagógusai találkoztak, hogy együtt gondolják tovább a zöld óvoda programot. Az elmúlt héten a kistérség óvoda vezetői találkoztak Marcaliban a kulturális korzóban. Az egésznapos tanácskozás mottója, hogy a környezet tudatosságra nevelést már egészen kiskorban és a családokkal együtt kell elkezdeni. Marcaliban a Tündérliget óvoda az elmúlt éven 3-szor nyerte el a zöld óvoda címet. Az a célunk ezzel, hogy betekintést engedjünk nyújtani egy picit a Tündérliget óvoda életében, hiszen ők 2015-ben 3. alkalommal nyerték el a zöld óvoda címet. Szeretnénk ezzel példát is nyújtani a többi óvoda számára, akik itt lesznek és részt vesznek a mai napon, hogy ezen a pályázaton ők hogy indulhatnak, segítséget szeretnénk nyújtani számukra a pályázat elkészítéséhez, hiszen további céljaink szerepel, hogy nem csak a mai napon, hanem rendszeresen szervezünk ilyen beszélgetéseket, együtt gondolkodásokat a környezeti nevelés témakörében. A mai napon az előadókkal együtt arra törekszünk, hogy tulajdonképpen egy picit az óvonénik szemléletét is tágítsuk, formáljuk annak érdekében, hogy minél eredményesebb munkát végezhessenek az óvodás gyermekek környezeti nevelése, környezettudatos magatartása nevelése terén. Pedagógiai programjukban évek óta vállaltan elsődleges a környezettudatos nevelés, az élővilág védelme, a szelektív hulladékgyűjtés, környezetünk szeretete, tisztelete és megóvása.
A Marcali Média Központ támogatásával megvalósuló előadássorozat jó alkalmat nyújtott a Zöld Óvoda program széleskörű megismertetésére, a tapasztalatok, módszerek tüzetes megvitatására. Megpróbáljuk már a pici gyerekeknek a gondolkodását, a tudatát arra nevelni, hogy hogyan tudják ők megvédeni, megóvni a környezetüket. Ehhez olyan játékos délelőttöket, játékos programokat szervezünk. Itt gondolok például arra, hogy a jeles napjaink nagyon kiemeltek a Tündéliget óvodában, az állatóvilág napja, vízvilág napja, a madarak és fák napja például. Ezek köré szervezünk mindig olyan tevékenységeket, olyan gazdag programokat, amivel a gyerekekhez közel hozzuk a természetet, megismerik, megszeretik, majd megtanulják azt, hogy hogyan lehet megvédeni, megóvni a környezetünk szépségeit. Mikor a reggel már szorgoskodnak az óvónénik, mi lesz ez a kiállítás? A gyerekek rajzolták? Igen, a gyerekek készítettek rajzokat, amelyek szintén a jeles napokhoz kapcsolódnak. Minden kisgyerek szabadon dönthette, tehát szabadon választotta, hogy az különböző jeles napok, tehát a világnapok közül mi az, ami őt legjobban megfogta, legjobban közel áll hozzá érzelmileg, és azt rajzolta le. A szervező Tündérliget óvoda legnagyobb örömére úgy tűnik elindult egy folyamat, melynek eredményeként szeretnének egy zöld óvoda hálózatot kialakítani a kistérség óvodáinak részvételével. Mészáros Szuhalevszki Mihály festőműveit tekinthetik meg az érdeklődők a Kulturális Korzó Kortárs galériájában. Egy szegmensét mutatom be az elmúlt évek munkásságának, mert vannak nagyon nagy munkák, 2-3 méteres, amiket együtt csináltunk a bizonyos műsorhoz. Olyasmi, hogy azok a méretek is vannak, azt most így inkább nem szállítottuk, és régebbiek is, az újabbakból próbáltam válogatni. Annyit elmondanék, hogy nagyrészt a kiállításnak a témája portré, és ezek a nagyobbak előfutárai egy győri kiállításnak, a Váci gyűjteményben lesz egy nagyobb kiállítás, aminek portré lesz a tematikája, és részt vettem a Nemzetközi Alkotótelepen tavaly nyáron, a 47. volt idén, és én kaptam a szakmai fődíjat, az volt, hogy egy egyéni kiállítás lesz a Váci gyűjteményben, ez a neve, hogy Váci nem Vácon van, mert sokan azt hiszik, hogy Vácon, de ott az egyik épületének, a Rómer Flóris Múzeumban lesz egy egyéni, aminek volt, hogy ezt a tematikája, és ezek még az első kéz darabok. Hát igen, egyrészt szeretem ezeket a pop tematikákat, de most ezt próbálom az ismerősökről készített, illetve megrendelt portrék általában egyszer egy méretben érvényesíteni. Igen, az élénk színeket használom általában, illetve az erős kontrasztokat, amik inkább ilyen pop jellemzők. Ez egyik, ami érdekel, a másik meg dolgoztam egy időben a divatiparban, úgyhogy illusztrációkat kellett magazinoknak készítenem, és akkor idén újra megtalált egy divatmárka nekik rajzolok, úgyhogy ez a kettő ötvöződik most, mert az is hatással van a képekre. Nagyon régen diplomáztam már 2007-ben az egyetemen. Az elmúlt évekről tudnám azt mesélni, hogy volt egy időszak, amikor Esztergomban laktam. Ez több volt, mint 3 év, 3,5 év. Egy helyet csináltunk ott, aminek az volt a neve, hogy Kaleidoszkóp, ami egyszerre volt egy szórakozó hely, koncert. Teket szerveztünk, illetve én voltam, aki a kiállításokat szerveztem, mert aztán kinőtte magát, és megkaptuk a várban a Nemzeti Múzeumnak a Rondella Galériát, hogy oda szervezünk programokat, és oda is tulajdonképpen két helyre csináltam kiállításokat, majd aztán feladtuk az alsó helyszínt, ami a Vízivárosban volt Esztergomban, és a felsőre összpontosítottunk, ahol aukciókat is csináltunk sikeresen, az egészet egy alapítvány működtette, az Eurohíd,
aminek én is tagja vagyok, és azt visszaforgattuk különböző pályázatokra, szóval ezek nem tiszta bevételek voltak, ami nem nekünk jött, hanem ezt általában visszaforgattuk olyan pályázatokra, hogy egy ilyen csődbe ment városért, mint Esztergom, mit tudunk tenni. Az, hogy miért pont Esztergom, az egy nagyon hosszú történet, pont egy egyetemi barátság miatt egyszer elhívtak oda egy fesztiválra, és akkor pont akkor jött vissza egy csomó mindenki külföldre, újra egymásra találtak ezek a régi barátságok, és akkor indult ez a hely, és akkor megkértek, hogy én legyek ott a művészeti vezető. Hát ez most nyár közepéig tartott, és akkor igazából akkor költöztem, hogy igazán vissza Budapestre, viszont kevés időt töltöttem ott, mert akkor indult ez a győri alkotótelep, ahol aztán meg megbízásokat kaptam mind magánszemélyektől, mind a Rómer Floris Múzeumtól. Ezek többféle dolgok voltak. Volt, hogy a gyűjtemény számára vásároltak képet, illetve magángyűjtőknek kerestek. Plusz egy jótékonysági aukción vettem részt, aminek ez a Jóságsüti volt a címe, ami felajánlások voltak, és a Winkler Nóra aukcionált, sikeresen adtak mindent, ebből nekem még nem volt nagy hasznom, de emiatt is támogattak, úgyhogy akkor tudtam hol dolgozni, egy műtermet, meg kaptam egy apartmant, hogy az a kevés időre egy bőrön, de aztán ez a kevés idő, ugye ez már augusztustól decemberig tartott. Főleg annak örülök, hogy szerintem nagyon jól sikerült ez a kiállító tér, szóval egy nívós tér, és attól függetlenül meg egy csomó minden olyan régi dolog tud előjönni, nem csak az, hogy otthon elkezdek ezt azt keresni, és a dobozokból olyan dolgok kerülnek elő, ami nem az, hogy elfelejtettük, de hát vannak egy ilyen, van egy ilyen betülete, a másik az, hogy van egy ilyen olyan érzésem, hogy nagyon tök jó lenne, most ezt kell kivágni az ilyen mondatot, na, hogy jó lenne, hogyha, hát én igazából nekem szerintem jó gyerekkorom volt, sokat utaztunk, de attól függetlenül nagyon sok barát vett körül, most azt látom, hogy az én korosztályom az vagy elköltözött, vagy nem tudom, hogy hol vannak, de hogy én például próbálom a megnyitóra meghívni őket, nagyon sokan elköltöztek, és az kicsit zavaró, hogy a saját korosztályommal nem tudok találkozni, vagy illetve talán ez az épület lehet egy olyan, ahol lehetne egy találkozó pont, ahol olyan programok vannak. Jól sikerült az első hazai mérkőzése a kézilabdásoknak. Mind a felnőtt, mind pedig a junior csapat győztesen vonult le a pályáról. Az őszi szezonban otthonában sikerült legyőzni a győri VKLSL csapatát a Marcalinak. A Rába partiak revansot venni jöttek Somogyba. Ahogy indult a mérkőzés, úgy látszott sikerül is nekik. A hazaiak idegesen kapkodva játszottak. A félidő egy szoros 11-12-es vendégvezetéssel zárult. Aztán a második játék részben magára talált Kott Péter együttese. Ekkor csapatként kombináltak, együtt éltek a játékkal, és ez meg is hozta az eredményt. Szabó Eszti 8, Szecsődi Laura 7, Balogh Bea és Hanusz Boglárka 5-5 gólja járult hozzá a 6 gólos sikerhez. A parádés végjáték bizonyította, van keresnivalónk az NB1B-be, persze ehhez az is kell, hogy az egyéni teljesítmények a csapatjátékot segítsék. Tehát a másik félben nem fogadta meg a csapatom azt a taktikai dolgot, amit én szerettem volna látni. Meg bele is fáradtunk a mérkőzésbe, tehát mondom, ezen a mérkőzésen állt először össze az a csapat, tehát január az nagyon szinte juniorokkal alapoztunk végig. Hát sajnos igen, rengeteget belehibáztunk, ott a másik fél első 5 percében ott csináltunk 3-4 végzetes hibát, amit a Marcali kihasznált, és azt 4-5 gólt már nem tudtuk ledolgozni. Nagyszerű második fél időt produkáltunk, hogy láttad a mérkőzést?
Hát örülök neki, hogy végre egy olyan második fél időnk volt, amire azt gondolom, hogy büszkék lehetünk. Nem történt meg az, ami az őszi szezonban többször nem estünk vissza a második fél időben, illetve még az elején ugye vezetett az ellenfél, azt sem tört meg minket. Én nagyon szeretném, hogyha ez folyamatos maradna. Sok jó egyéni teljesítmény volt, és hát a csapatjátékkal sem volt gond. Edzői szempontból ez hogyan állja meg a helyét, vagy mit lehetne még megállapítani ezen kívül? Azt gondolom, hogy ez így igaz. Én azt nagyon sajnálom, hogy az első fél idő közepén volt egy olyan periódusunk, amikor nem olyan dolgokat csináltunk, amit megbeszéltünk. Persze nyilván nekem az a dolgom, hogy elégedetlen legyek akkor is, hogyha éppen nyer a csapat, de a második fél idő előremutató volt, az biztos. A végeredmény Marcali VSS-e VKLS-e Győr 29-23. Műsorunk végén nézzük fel híreinket még egyszer röviden. Környezettudatos nevelés, a kistérség óvoda vezetői tanácskoztak. Bemutatjuk, a GAMESZ vezetőivel beszélgettünk. Számíthatunk egymásra, újraépül a leégett Ősz utcai ház. Fiatalos lendület köszön vissza a Kortárs Galéria kiállításáról. Kézilabda, marcai siker a tavaszi nyitányon. Mai hírmagazinunk végéhez érve megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Jövő héten ismét találkozunk, addig is friss híreinket keressék az interneten, a www.tavitv.hu oldalon, és lájkolják Facebookunkat. Viszontlátásra!